Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával, az Anime & Japan Critics. Majdásomban ismételt egy eléggé érdekes, illetve nagyon is romantikus történettel szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Natsue no Tennel, Sayonara no Deguchi, mely műfajt tekintve a sci-fi és a romantikus dráma kategóriájához tartozik. Maga a történetünk legelőször Hachimoku Mei révén jelent meg, aki 2019-ben jelentette meg az egykötetnyi light novelt, míg 2020 és 21 között a négykötetnyi mangát. Ám legvégezetül 2022. szeptember 9-én egy 83 perces nagyfilm formájában az anime is megjelent, Taguchi Tomohisa rendező és forgatókönyvíró által. Történetünk egy fiatal fiú, Tono Kaoru, és egy fiatal lány, Hanashiro Anzu kapcsolatát mutatja be, akik egy esős napon találkoztak a vonatra várva. Azonban nem gondolnak arra, hogy Kaoru egy ártatlan kedvessége milyen eseményeket indít útjára, amelyek hatással lesznek mindkettejük életére. Ugyanis a rákövetkező napon rá kell jönniük, hogy ezentúl osztálytársak lesznek, akiket a pillanaton kívül semmi sem köt össze. Ám egy szerencsés véletlen nyomán ezen pillanat egy több évre, avagy évtizedre nyúló szálat hoz közöttük létre, amely szorosan kapcsolódik egy hozzájuk közeleső barlanghoz, amelyben az idő megáll, s amely képes bármilyen álmot teljesíteni. Így lévén, hogy mindkettejüket korábban értékveszteségek és megbánások is, elszántan kezdik el kutatni a barlang titkait, amely közben nem csak megértik egymást, de egyben meg is szeretik. Azonban a csábítás az ismeretlen irányában, valamint a mélyebb sebek gátakat helyeznek eléjük, amelyek leküzdése fogja eldönteni a sorsukat, avagy betölteni a megsebzett lényüket. Összességében egy jó képi és hangvilágú történetet kaptunk, amely számos érdekes fordulatot és drámai elemet is tartalmazott. Szintén érdekesek voltak az egyes karakterek szerepvállalásai, mint például Kaoru alkoholista apja, avagy az elhunyt húga Karen, akik örökre beleívódtak a fiú lényébe, akinek a hozzájuk fűződő űrt kell betöltenie a boldogság eléréséhez. Összességében, ha ez a kapján kéne értékelnem, akkor a Natsue no Tennel Sayonara no Deguchi számomra egy 10/8-as alkotás lenne. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!